Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenki Tatabányán. Ahogy ezt szoktuk, kezdjük a mai Dharma beszédet is az Om Nám mantrával hétszer. Om köszönöm Gyorsan mondjon valaki egy számot 1 és 208 között. 156. 156 ot hallottam. Kútba esett. Jongsong zenmester a következő történetet küldte Korea összes zenmesterének válaszukat várva. Egy vad elefánt üldözött a pusztában egy embert. Egy kút felé rohant a szerencsétlen, és beleesett. Ahogy zuhant lefelé, megkapaszkodott egy öreg szőlőindában, amely a kút falán nőtt, lenézett, és három mérges kígyót látott a kút fenekén. Fent, a kávánál egy elefánt várta. Egy fekete egér és egy fehér egér rágni kezdte az indát. Közben egy másik növényből nektár csöpögött az ember szájába. Ha te lennél az ember helyében, hogy maradnál életben? Jongszong a következő válaszokat kapta. Mángongszunyim. Tegnap éjjel álmot láttam, és felébredtem. Hé, hey, ha meg akarod érteni, nem fogod. Ne tudj. Hé, hey, Bongszuni, a butha nem látja a buthát. Bó, Wolsonim, hogy esel a kútba? Dzsunkangszuni, édes. Kobong és Yangok Szunim, mindketten ezt írták. Jaj, 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 jaj! Szunim. Csak neves? Hé, hey, Ámszuném, az ember már halott. Tán, Hószuném, a víz szüntelenül folyik. Kérdések. Ha te lennél az ember helyében, hogy maradnál életben? A fenti válaszok közül melyik a legjobb? Kommentár. Légy óvatos. Ha megszólalsz, már hibázol. Ha gondolkodsz, oda az életed. Csak cselekedj mire jó ez, amit nagyjából nem értesz. A koannak több rétege van, de a legfontosabb az a paradox, ahol az elmének a szokásos működése felfüggesztődik, leáll. És a nem gondolkodás, az elme tudatos működésének a felfüggesztése elhozza azt a tiszta tudatot, amikor már az elme mozgása megszűnik, és nem hullámzik, mint a tónak a tükre szélben, és megnyugszik. És amikor ez megtörténik, akkor valósul meg a saját egyéni karma meghaladása. Ekkor elérünk egy tiszta tudatot, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és úgy látjuk a világot, magunkat, a másik embert, ahogy van. Ezt hívjuk ilyenségnek. A látásból az ilyenség minősége terül ki. A kornak egyébként van mindig egy történeti, dramatikus, szimbolikus rétege, Amelynek a tényleges megoldáshoz nem sok köze van, tehát elmondhatom, mert ezzel nem árulok el semmit. Az ember, amikor a kútba esik, akkor valójában megszületik. Az a három mérges kígyó, ami várja, az a mulandóság, tökéletlenség és kölcsönös függés. Az elefánt fönt a félelem, és kapaszkodik az indába, a fekete és a fehér, a jó és a rossz tapasztalata ott van, mint az egérkék, és a kapaszkodót elkezdik vágni, rágni. De közben az élet édessége a mész formájában ömlik a kis szájába. És hogyha megnézed, az élethelyzeteink nagyjából ilyenek. Mit lehet ekkor tenni? Hogyan maradsz életben? Hogyha ragaszkodsz bármilyen gondolathoz, akkor az részleges, tökéletlen, helytelen megoldást fog adni nem ragaszkodsz a saját gondolkodási szokásaidhoz, akkor és csak is akkor tudsz valamilyen transzcendens, meghaladó, éntelen tapasztalathoz eljutni. Mire jó ez az egész kérdezhetni? Tehát hogy segít nekem ez otthon, a munkában, a családban, és a többi? Felteszek neked egy nagyon egyszerű kérdést. Hogyan készültek a Földről a legjobb minőségű felvételek? Elárulom műholdról. Ahhoz, hogy a Földről fantasztikusan jó minőségű képeket csinálj, el kell szakadni tőle, és a gravitációt kicsit meghaladva pályára kell állni. És amikor ez megtörténik, akkor a Föld mozgását, légkörét meghaladva egészleges, világos képet lehet róla készíteni. Az énség ugyanez. Mert hát, hogyha magadat meg szeretnéd látni egy kicsit, el kell hagynod a saját komfortzónádat, meg kell haladnod azt, akinek addig hitted magadat, és látni kell. Itt, amikor azt mondja a Kóan a kommentárban, hogy ne gondolkodj, az nem azt jelenti, hogy fokozd le magad, és a homlok azt rak be egy befőttes üvegbe. Hanem azt jelenti, hogy ne ragaszkodj a kognitív gondolkodás szokásaihoz, ugyanúgy ne ragaszkodj az érzelmi mintázataidhoz, és nehogy azt hit, hogy van benned valami, ami nem változhat meg, vagy ami tökéletes lenne, vagy ami nem függne valami mástól. Innentől kezdve nagyon világos az, hogy a zen erre a látásra, szanszkritul vidja használható. Ennélkül a látás nélkül nem csak szellemileg vagyunk vakok, hanem úgy emberben se tudjuk a kellő minőséget hozni. Ha nem látsz rá a saját gondolataidra és érzelmeidre, akkor a máséra sem fogsz. Ha nem értesz meg másokat, nem érzel együtt másokkal, akkor az emberi minőségeink csökkennek, a tied is, és másoké is, mert tudva vagy tudatlanul, de erre tanítod őket. Tehát a viselkedéssel nagyon sok mindent el lehet érni, a tudati hozzáállással is nagyon sok mindent el lehet érni. Hallod ennek a harangnak a hangját? Amikor a hangot hallod, teljesen, zajmentesen, akkor egyé válsz a világgal, mert a saját elméd nem válasz le róla. A kóriai energiatantban háromféle energiát különböztetünk meg. Az egyik a wongi, az eredeti energia, amivel leszületsz. Ez információt is tartalmaz, ezért a tudatosság és az energia, a lélek és a test összefüggése már csecsemőkorban nyilvánvaló, sokat sír, vagy keveset sír, aktívabb, vagy passzívabb, végügüli anyuka vállán az előadást, vagy pedig állandóan 5 percenként ugye ordít. Tehát a vongi az eredeti energia a lehozott lélektartalommal nagyon összefügg. Ez az egyén. Az egyén a világgal való kölcsönhatás következtében változik. Ez az energia nőhet, csökkenhet, de egy idő után ahogy az élet második félidejét elkezdjük az életválság szünete után, már csak csökken. Nézzünk vele szembe. Akármennyit eszel, alszol, örömkölc és a többi, nem tudod teljesen megújítani, és ettől öregszünk. Ez a nagy világ körülöttünk, amit a keletiek nem bontottak föl különböző kölcsönhatásokra, az a DG, a nagy energia. Érdekes módon ezt a kettőt egy üres energia köti össze, amit úgy hívunk, hogy kongi. A ki itt ugyanaz, mint a kínaiban a csi, vagy a szanszkétben a prána, tehát ugyanaz a fogalom. Amikor a wongi, kongi és dégi egyé válik, harmonizálódik, akkor egy úgynevezett egyesített energia jön létre, ezt hívják hapkinek. Ez a meditáció útján érhető el. Amikor figyeled a testtartást, figyeled a légzést, figyeled a hangot, akkor a saját elmédnek az állandó rezgése, állandó zajongása elcsitul. Ha valaki jogát gyakorol, akkor van egy ilyen fogalom, hogy Niróda, ez az elmeműködés felfüggesztése. Ez már a nyolc szint hatodikánál, hetedikénél megjelenik. Amikor a Dárana, a koncentráció világossá válik, és a gyána, mint meditáció bekövetkezik, akkor már az ember elkezd ismerkedni ezzel az állapottal. Ha visszatérünk a kínai-kóreai kultúrkörbe, akkor ennek a három energiának a teljes válás az, amikor a saját önképed, saját elkülönült individuális ideád megszűnik. Nem teszünk meg, az illúzió szűnik meg. Nagyon fontos. Tehát felteltént a kérdést, hogy mi történik akkor, amikor a vízcsepp hazatér az óceánba, és az óceánnál válik. Vízcsepp e még, vagy már óceán? Az igazi önvaló tapasztalatával a dualitások megszűnnek, és újra teremthetőkké válnak. A személyiséget fix, abszolút változtathatatlan volta a megszűnik, és te, mint avatár, mint inkarnáció, újra teremthetővé váltál. Saját magad által. Végre vedd birtokba azt a teremtő státuszt, azt a fajta spirituális, szellemi státuszt, amely az embernek eredetileg a sajátja, hogy uralja az érzelmeit, uralja a gondolatait, uralja a testét, és ezáltal azt az életet teremti meg, amit valóban élni érdemes és élni szeretná. És ha megnézed, nagyjából nem itt tartunk. Kényszerekre hivatkozunk, a világra panaszkodunk, másoktól várjuk a megoldást. Holott, ha van értéke a keleti tanoknak, akkor pontosan az, hogyha befelé fordítod a figyelmedet, joga gyakorlók, pratja hára, ugye az ötödik, befelé fordulva valami olyan kincses tárat találsz, ami semmilyen magyarázattal nem írható le. Csak az oda vezető út mutatható ki. És amikor ez megvalósul, akkor ez a kincses kamra föltárul, akkor használhatod azt, ami valójában te vagy. De csak akkor, hogyha a karmád, az nem áll az útba. Megkérdeztem az előadás előtt, hogy hányan láttak tanítást már a csatornában, és nagyon sokan feltettétek a kezeteket. És ez örömteli. Kérlek, hogy azt fogjátok föl, hogy ez a tanítás, ez egy termék. Ez egy következmény. Nem maradjatok meg a következmény síkján, mert akkor termékek lesztek. Lépjetek be a gyárba, hogy teremtők lehessetek. És ez a tudat maga. Onnantól kezdve, hogy ezt elhatároztad, rálépsz arra az útra, amely elvezet abba a gyárba, ahol az élet és halál műve zajlik. A csokoládé édes, de a csoki gyár nem édes. A tanítás esetleg jól hangzik, de a realizáció illúzióvesztéssel jár. Kérlek, hogy ezt ne felejtsétek el soha, és ezért a zen nem ígér semmit de nem is félemlít meg semmitől. Ezért hívjuk az egyenes útnak, mely átvágja az elmének a kényszermozgását, a felesleges periódusait, azokat az illúzió teremtéseket, ragaszkodásokat és hamis azonosulásokat, amelyek a szenvedés gyökerei. Miért mondjuk, tanítjuk ezt? Mert az emberek mi szenvedünk valami a boldogság és a szeretet útjába áll. Miért? Mi ez? Hogyan jön létre? Nem vagyunk urai a termelési folyamatoknak? Olyanná válunk, ami enni nem szeretnénk lenni? És innentől kezdve nézd meg, hogy mit mondasz, mit teszel, hogy gondolkodsz, hogyan érzel, hogyan kapcsolódsz a környezetedhez, az emberekhez milyen egyéni, páros, családi és csoport karmád van. Úgyhogy van munka, bőven elég. A zen tehát a felnőtté válás útja, a szellemi autonómia elérésének az útja, és ennek a kezdete az a tanítás, hogy mindenkinek a buddha természete azonos. Mindenki ugyanolyan lehetőséggel rendelkezik a felébredés elérésére. Ugye milyen jól hangzik? Most mondom az apró betűt helyetted senki nem csinálhatja meg. Ha azt mondom, hogy teljes szabadsággal és lehetőséggel bírsz, gondolod, hogy a felelősség túl messze van tőle? Nem. Valójában a szabadság és a felelősség ugyanazon éremnek a két oldala. Egyik nem választható el a másiktól. Amíg elválasztjuk a kettőt, és a felelősséget egy nagyon távoli, csúnya, lezárt dobozba tesszük, és a szabadságot pedig ide tesszük magunkel egy hatalmas tálba, és állandóan iszogatjuk, addig egy infantilis viselkedésről van szó. Amikor tudomásul vesszük a dualitások természetét, hogy mindegyiket mi teremtjük, és egyik nélkül nincs meg a másik, akkor kezdünk el felnőttek lenni, akkor kezdjük el az élet és halál körforgását birtokba venni, és valahol mélyen félelem nélkül élni. Ha ezen útjárásában, a gyakorlatban bárkinek segíthetek, akkor tegyétek föl ezen kérdéseket. Nekem egy gyakorlati kérdésem lenne, Pontosan az a gyakorlási út folytatása. Ugye én már sok darma beszédet láttam, könyvet olvasok, és ahogy hallottam, ez az egésznek az eleje. Igazán hogy a kérdésem a hogyan tovább. Hogyan találtál é. rá az út elejére? Az út elejére? Hát télen egy hónapot töltöttünk tájföldön. Nem az úti nem. terv, nem a személyes történelem. Belül mi történt? Milyen áthelyeződés volt? váltás ez... volt, amely az utat megmutatta neked? Aha. Hát ez avval kapcsolatos, mert ugye ott ő, észak voltunk, és ott ő, találkoztam a buddhizmussal, az ottani emberekkel, és igazándiból annak a hatására ő, kezdődött az út, ha így mondjam. Tehát ott éreztem azt, hogy ez valahol engem megfog, érdekel, és onnantól folytattam tovább a keresést. Ugyanezt a tudatot kell megtartani a folytatásban, hogy valami megfog, valami érdekel, és szeretnéd gyakorolni. A darma ugyanolyan áldás az elején, a közepén és a végén, egyébként nincs vég, azt elmondom, csak valahogy be kell fejezni a bekezdést. Tehát ugyanazt a kezdő szellemet, azt a világos, ártatlan, rányíló tudatot kell megtartani, mert a darmához való hozzáállás nem más az elején, a közepén és a végén de nincs vége. Jó? Tehát gyakorolj, ebben a pillanatban legyen tiszta a tudatod. Nem kell különlegesen más hozzáállás, ahogy azt hallhattátok a rövid bevezetőben, az erőfeszítés fele, hogy eljuss a dharmaterembe. A másik fele az, hogy elvégzed a gyakorlatot, és a letisztult tudatodat hazaviszed. Hogy rakétával, versenyautóval vagy hordágyon, az már a karmád függvénye. Egyéb kérdés? Rengeteg kérdésem volna. Az egyet és legfontosabbat, tehát fölé A meditációban olyan szinten vagyok, hogy null pozícióban vagyok, a két csacsogó nyugton marad, keresem a mindentudót, mert most, amikor csinálom, csönd van, nyugalom, béke, null pozíció, sokáig bírom, egyszer csak elérek egy egy szintre, egy hártyára, amin átbillenek, megjelennek a harcok, épületek, tályok. Egy percen belül, ha ülök, bukok, tehát elalszok. Amikor fölriadok, visszamegyek a null pozícióba. Ha véletlenül úgy meditálok, hogy a fejem ki van támasztva, akkor ezek a képek folytatódnak, és átmegyek egy tudatos álomba. Tudom, hogy álmodok. Ez egy gyönyörű sztori szintén. Na most a kérdésem az, maradni a null pozícióba, keresni ezt a köztes hártyát, vagy ezt a tudatos álmat folytatni. Hadd kérdezzelek meg, szeretnél zent gyakorolni? Én ezt már nagyon régóta csinálom, csak nem tudtam, hogy zen, de nem zen gyakoroltam, hanem a előadásaidat csak egy éve hallgatom, és nagyon tiszta a, a, a a ti gondolatvilágotok, semmit senkire nem erőszakoltok rá, mindent rábíztok a tapasztalatra, senkit nem befolyásoltok. Egy kicsit azt nevezném, hogy ilyen, ilyen vallásos materializmus, tehát tiszta. Nem, nem, nincsenek előírva dogmák, szabályok. Örülök a pozitív visszajelzésnek. Megismétlem a kérdést. Szeretnél ezzel gyakorolni? Még talán nem döntöttem el, mert én... Ha eldöntöd, akkor válaszolok a kérdésedre. Ugyanis uh -huh. addig, amíg nem döntöd el, hogy szeretnél ezen gyakorolni, addig meghagylak ebben a képzett körben. Uh -huh. Ha szeretnél ezen gyakorolni, akkor majd beszélgetünk, hogy mi a következő lépés. Uh -huh. Jó? Köszönöm. Szívesen. tartom. Megjártuk a poklok poklát. Tehát Olaj végeztem, és tavaly volt egy óriási balesetünk, a felesége majdnem meghalt. Ő is nem sokára érkezik, neki agysérülése van, homlokleben sérülése, és előtte egy pszichológus volt, és egy tökéletes házasságot éltünk. És én engem előtte már foglalkoztatott az élet, meg minden, és, és utána egy nagyon sokat gondolkodtunk, és, és a sámán, meg fél évvel így találkozgattunk. És neki az volt a véleménye, hogy bevonzottuk ezt az egészet, próbáljuk az életünket rendbe rakni. Pszichológus, pszichiáter, a legnevesebbek, és én arra rájöttem, hogy az nem a mi útunk. És a. a és a sógorom, ő ebbe a kultúrkörbe találta meg önmagát, és a tudatosságot vallja, és azt mondta, és próbálom én is gyakorolni, meg a feleségem is, és azt érzem, hogy ez az egyetlen út, uh, ami nekünk segíthet, hiszen a feleségemnek ugye van ez a sérülés, és, és ezzel nem tudunk mit kezdeni. Az a kérdés, hogy van-e ilyen tapasztalatotok, hogy, hogy sérült emberek esetében, akik ugye érzelmileg kiegyensúlyozatlanok, tehát ez milyen szinten uh, kezelhető, uh, illetve. illetve Járható ez az út nekünk, számunkra? Az, hogy milyen szinten kezelhető, ez orvosok függvénye, én ehhez nem értek. De az, hogy milyen szinten használható, ahhoz igen. Ebben a teremben senki sincs trauma nélkül, különben nem ülnétek itt. De mindenki valamilyen szinten cselekvőképes, különben megint csak nem ülnétek itt. Tehát az a paradox, hogyha magunkkal foglalkozunk és teljes részvétem feléd, a feleséged és az egész család felé. Ha csak magunkkal foglalkozunk, nem aknáztuk ki lehetőségeinket, és nem húzattuk ki az inkarnációt üveghangra. És itt mi lenne a következő lépés, amellett, hogy az összes kezelést és egyebet meg kell kapnia, hogy ő hogyan segíthet ezen a világon. Ez lesz a gyógyulásnak, a végső fázisa, amikor rájön, hogy ő is tud segíteni. Sőt, a tudatosság útján, amely nélkülözhetetlen és nagyon fontos, birtokba veszi a sérülést, meglátja az okés okozat működését, kivetítés és egyéb dualisztikus reakciók nélkül. Pontosan az okés okozat ismeretében már tud azoknak segíteni, akik még ezt nem ismerték föl. Az a paradox, hogy az egyéni megszabadulás nem lehetséges a világnak nyújtott önzetlen segítség nélkül. És ha ezen az úton jár, akkor gyógyul és gyógyít egyszerre. Én ezt kívánom. Uh, igazándiból uh, uh, ő gyógyulni akar, és ezen az úton elindult, és én is elindultam, tehát hogy, hogy a. a... Működik a történet, és, és nyilván szeretnénk tovább lépni, tehát hogy, hogy, hogy belépni ebbe, és, és ezen az úton haladni. Mert a, pont hogy a tudatosságát veszítette el, és pont ezt kell neki visszanyerni. Úgyhogy szerintem akkor ez, ez teljesen rendben van. Köszönöm szépen. Szívesen. Nem tudom, hogy van-e jó kérdés, meg rossz kérdés. Nincs. Nincs. Tehát engem mondanám megint, hogy engem is sok dolog érdekel, de most a legfontosabb vagy, ami, vagy ami már nagyon régóta érdekel. Tehát ugye az univerzumot tekintve, vagy a naprendszert, itt a Földön 200 valahány, 260 vagy valahány elem van, és akkor milliárdnyi molekula, meg minden, meg élő lények. És ugye a buddhizmus szerint úgy tudom, hogy a tudat által teremtjük a dolgokat, most ezt csak arra vonatkoztatjuk, hogy a, a minket körülvevő történések, hogy mi történik velem, azt a tudatomnak a kivetülése, e? vagy pedig a nem tudom, mi teremtette a sok embert, és akkor mi teremtettük a sok elemet, vagy 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 véletlenül van itt ez a rengeteg félelem, vagy, vagy ez a buddhizmus ezzel nem foglalkozik, és egyelőre örüljek annak, hogy én jól vagyok. És hogy miben szeretném javasolni. Örüljé annak, hogy egyenesen nézel előre két szemmel párhuzamosan, hogy az érzékszerveid épek és normálisan tudsz gondolkodni, ez az első. Tehát az, hogy a mentális energiánkat, az gyakorlatilag mi teremtjük, ez már bőven elég feladat. Egyébként a Buddha maga mondta, hogy a jelenségek kezdettelen és végtelen áramlása. Tehát az anyag részével nem nagyon foglalkozott, mert az úgy áramlik, az úgy jön és megy az a tudatosság, ami a világunk tapasztalatát teremti, na erről van szó. Egyébként, hogyha anyaggal szeretnél foglalkozni, akkor ilyen régi alkimista ugye, feljegyzéseket kéne olvasni, de hát még azért a vizelettel is próbálkoztak, hát ha lehet változtatni, ha megszilárdul, hát nem. Tehát az anyag tudatátali átalakítás az egy nagyon-nagyon-nagyon macerás dolog, bízzuk azt a kémikusokra. Ugye a saját karmánkat, a saját személyiségünket hogyan alakítjuk át, ami tényleg mentális feladat, az már bőven elég te. Foglalkozzunk azzal, amit lehet átalakítani. Át tudod alakítani a gondolataidat, az érzelmeidet, a beszédedet, a cselekedetet, hogyan látsz, hogyan hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, mindent. Nem elég feladat ez? Például téged mi fáraszt ki? Mondd el. Hát először is szeretném megköszönni a munkádat, amit... Akik segítenek, azoknak nevében is köszönöm. Hát én csak örülök mindennek, ami, ami, amit megtapasztaltam a munkádon keresztül. És hát ez az egyik, amire rájöttem, hogy mi fáraszt ki. Mi fáraszt ki? Hát az, amit nem akarok. Tehát megfigyeltem, hogy például a beszéd nagyon sokszor fáradt, kivéve, ha azt mondom el, ami engem érdekel. Például ez a ez buddhizmus. Most mindenkinek ezt mondogatom. És jó az neked? Ö, nem mindenkinek. Ah, tehát nem, jól mondtam. nem Busz jól mondtam. megállóban ne csinálj ilyet, mert hívják a rendőrt Vársz a volára, az meg nem jön, mint tudjuk sokáig. És akkor mondod, nem mondjad. Igen. Tehát, hogyha most arról kell beszélnem, hogy most babfőzeléket főzünk holnap, vagy, vagy rántott húst, az nem ezekben nagyon hamar el, elfáradok. De figyelj, hát a következő napi ebédről van szó, hát ez hogy, hogy nem fontos. Hát Én lehet, hogy ott a sem rántott leszek. Hússal, a, bableves még, vagy a babfőzelék az rendben van. Tehát lehet, hogy ott se leszek, mert ilyen vándor-szerű vagyok. Aha. És akkor, tehát ezt kezdtem el figyelni, hogy mi fáraszt ki. A hiába valóság fáradsz ki, és Igen. ne tessék érzelmet tenni ebbe. Hát Jó. Van az értelemnek egy olyan funkciója, ami rájön a tökéletlenségre, hurrá, de emiatt nem szabad sajnálni sem magunkat, sem mást, és Igen. még panaszkodni sem. Ez nagyon fontos, hogy a hiába valóság, mint érzet szűnjön meg, túlságosan előremész agyban, minden hiába való, mert úgyis meghalunk. Ugye? Hát akkor tessék József Attilát olvasni, így miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Tehát az, azért ez gyönyörű volt ez a sor, meg mellé, ha már magyarnak születi, az eszméletet tessék elolvasni többször, mert azért az olyan. Másfél mázsa az. Láttam a boldogságot. Nem utolsó dolog. Következő kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy és mondani, hogy a Szakkámonibú recitálása közben nagyon sokszor elsírtam magam, hogy ennek van-e valami üzenete, vagy, vagy van. miért van ez? Amikor mantrázol, akkor a gondolatok állandó zsizsegése az előbb-utóbb elmúlik, beleértve azon gondolatokat is, amelyek az öndefiníciót tartalmazzák. És amikor a lélek egy kicsit megszűnik a saját önképében élni, akkor végre egy egység tapasztalat van, és ezt nem lehet elmondani. Jelen sorok kimondója, a Námo Amitábul mantrára csinálta ugyanezt négy év gyakorlat után, az első 90 naposon, és én nem hittem, hogy ez megtörténik velem, és minden reggel a harangénekkor, mint a vízfolyás, mint a Niagara vízesés, és tartott ez 90 napból körülbelül 30-35 szóval után elmúlt. Ez egy tudattalan tisztulás. És jó hírem az, hogy ez még csak a kezdet, iratkozzál be egy hosszantartó zen gyakorlatra, és akkor úgy alábukik az ember, mint a Nautilus tenger alatt járó, és nagyon komoly benső tisztulásnak veti alá magát. És hogy ezek jók, ezek nagyon fontos tapasztalások, és a jéghegy csúcsa. Köszönöm szívesen. Szépen. A zen, ahogy olvashattad és hallhattad, az nem programozza át a tudatos személyiséget. Ezért kapunk néha eléggé magas szintű visszajelzést arról, hogy a zen mi nem. Tehát nem vallásos materializmus és nem egyebek, és nem programoz téged át semmivé, hanem kezedbe adja a szerszámokat, hogy te magad végezd el a munkát. A sokkal jobb. És ezen szellemi autonómiának az egyik ilyen kivetülése az, hogy a gyakorlat nagy része a tudattalamba megy le. Tehát az összes mantra, az összes paradoxkóan, mivel nem tudod gondolni, a szépen lemegy a tudattalamba, és ott süt főz takarít. Arhetipikus valóságot tisztít, traumákat középrehoz, duális ragaszkodásokat szépen azonosulástól mentesít, Sokkal jobb, mint hogyha valami idegen ágenssel tisztogatnád magadat, használd azt a szakrális szerszámkészletet, amit kitaláltak és sikere használnak több évezőben. Tehát ezért leborulás, mantra, meditáció, kohanpraxis, az mind-mind azt a 95 százaléknyi tudattalant tisztítja, amely ott van az izsákodban, csak nem látod. És milyen jó az, amikor egyszer csak leveszed az izsákodat, lerakod magad elég, kinyitod, és hmm, már nincs benne annyi trauma, már sokkal jobban érzem magam. Nem haragszom, nem vagyok kapzsi, nem panaszkodom, nem vetitek ki semmit, nem akaratoskodom, nem azonosulok a hülyeségeimmel, kibírom a másoknak a projekcióit, és a többi. Ez már más zsák, ugye? Minden inkarnációkon magadra csatolod és hozod lefele, és csak ebben az életben, tehát inkarnálódott állapotban tudsz bármit változtatni rajta. Miért? mert megvan a szerszámkészlet hozzá. Ha nincs szem, fül, orr, nyelv, test, értelem és a többi, akkor nem tudsz rajta változtatni. Miért? Mert az izsákodban lévő összes karmát úgy hoztad létre, hogy volt szemed, füled, orrod, nyelved, tested, értelmed és a többi. Hát ez annyira egyszerű, mint egy gázpalasz csere. Jó? Tömítést is cseréjé, vigyázzál. Jó? Nem csak megfordítjuk, megvakargatjuk. Jó? Egyéb kérdés. Én arról kérdeznék, hogy ugye szerszámokat a kezünkbe kapjuk. Milyen gyakran kell használni? Éber állapotban többet, mint alva, tehát alva ne járjá. Álmodban ne beszéljé. Naponta, havonta, vagy pedig valamihez igazodik hát ennek a gyakorisága. Hát hogy milyen szerszámról van szó, ugye? Mert hogyha az alapképítésű embert látod, akkor ugye a test és a lélek összhangja Együttélése nagyjából születéstől halálig tart. Tehát valamit a szerszámkészletből mindig használni kell, nem mindig ugyanazt. Vigyázzunk, jó? Tehát a szemfül, orrnyelv, test, értelem, kapcsolt érzékszervek, stb. ez a szerszámkészlet. Na most, hogy melyik részét mikor? Hát ahogy szükség van rá. Nyugodtan, hogyha ülsz egy nagyon hosszú vonatúton be, is csukhatod a szemed, mert hogyha kinézem, mindig ugyanazt látod. A meditáció gyakorlata kapcsolatosan érdeklődnék, hogy a meditáció alkalmával a gondolkodás előtti állapotba jó, ha ember oda kerül. Sikerül? E, igen, ez a kérdésem lényege, hogy régebben, hosszabb ideig sikerült, és mostanában azt vettem észre, hogy, hogy mindig jönnek a mindenféle gondolatok, és próbálom elengedni őket. Tessék? Ellazultál, jönnek el. a gondolatok, semmi baj, mondja. Igen, tehát, hogy ez most jó, nem jó, vagy mit tudok tenni annak érdekében, hogy, hogy ezeket a gondolatokat minél hamarabb és minél hosszabb. Most gondold Elengedjön. el, hogy akarnál egy nagyon-nagyon tiszta mezőt, és megjelenik rajta egy kígyó. A jónak vagy rossznak minősíteném, akkor még lábakat is festenék rá. Az emberek elkezdenek félni, vagy remélni valamit a kígyótól, ez a gondolkodás, nága, tessék megnézni, akkor még cipőt is húznak azokra a lábakra. Hagyd a kígyót szépen elmenni. A gondolatod az jött valahonnan, akkor el is tűnik valahová. Tehát tartsd meg a nem mozduló tudatot, azt, hogy a szokásait pontosan akkor mit dobnak a felszínre, lényegtelen. Lényegtelen, ahogy a gondolkodás maga, önálló lényeg nélküli. Tehát minden egyes gondolatod mulandó, feltételhez kötött, és tökéletlen vagy befejezetlen, mert mindig tudsz valami utána való gondolatot is eszkábálni. Ez a pillanat legyen tiszta. Az, hogy a múltban milyen volt az, meg hogy a jövőben milyen lesz, teljesen mindegy, ebben a pillanatban legyen tiszta a tér. És emlékezz, az ég akkor is kék, ha felhős. Az igazi önvalód az nem változik akkor sem, hogyha több rétegnyi karma van rajta. De akkor a tapasztalata változik. Tehát, ha a felhő eltakarja az eget, akkor nem látom. Ha nincs felhő, akkor látom. Na, ezért kell gyakorolni. Hiába tudod, hogy ott van, nem elég. Úgyhogy gyakorlunk szépen, és akkor legalább egy pillanatra, egy szentséges, gyönyörű pillanatra, amikor minden felhő eloszlik, akkor elhiszed, hogy az összes felhő múlandó. És az ég az nem ilyen. Felhőfoltokból áll, néha kék. Nem, az ég mindig kék. Néha felhős, néha nem. Az lenne a kérdésem, hogy a, a gyerekeinket hogyan tudjuk segíteni ezen az úton, mert mi szeretnénk, ha ők is erre az útra lépnének. Miért szeretnéd? Um... Jó kérdés, nekem ez nagyon fontos. Kiúzom magam, várjál, mondja te. Igen. Én, én, én úgy érzem, hogy ez az igaz utam. Nekem volt egy nagyon súlyos balesetem, amiben szinte meghaltam, de ez mellékvágány. És én, én nekem azóta a spiritualizmus olyan sokat adott, nekem a homloklevel sérülés az egy nagyon fokozott ingerdékenységgel jár amit hát sajnos a családom szenved meg, a gyerekeim is sajnos. És, és, és én próbálom a belső békét megtalálni, a tudatosságot, azt, aki vagyok, de hogy, hogy nyugodt legyek, tudatos legyek, ha valaki feldühít, akkor figyeljen magam kívülről, meg, meg tudjak békélni a helyzettel. Egyrészt kívánok részedre teljes és maradéktalan felgyógyulást. Köszönöm, azt, Ura. hogy a megélt tapasztalatokat mások segítségére felhasználhassd. Egyetlen kérésem van. Igen. Ne akard, hogy a gyerekek vagy a gyermek a te utadat járja. Igaz. Járja Sajátját. a saját. Sajátját. útját. Na most, ha a saját Igaz. útjába beletartozik az, hogy esetleg valamilyen irányzatot gyakorol, akkor ne akart, hogy zent gyakoroljon, Jó. mert minden gyermeknél mindig Igen. elkövetkezik a dackországa. Az van, igen. Na hát, néha jó igaz. évtizedig is tart. Pszichológus vagyok, uram, tudom, köszönöm. Ne hagyd, hogy a igen. gyerek a dac korszakban beletegye az ellenállás izsákjába a zent, mert akkor teljesen hát, igaz. lábon lövöd magadat is, és a gyereket is. Nagyon köszönöm. Igaz. Az érdeklődését kellene egy picit pallérozni, Igen. a kérdés feltevését segíteni, Igen. és akkor a válaszokat is megtalálja, ha az útja Jó. a zenhez vezet, megtalálja és saját maga találja meg, ne a szülő presszionálja, mert akkor a gyerek dupla defenzívát fejleszt ki, egy a szülő ellen, nekem ne mondja meg, hogy mi az utam, kettő a zen ellen. Ezt akart anyám, azért se, Jó? Igaz. Tehát ez a dupla Jó. defenzív, ez tragédia. Jó. Úgyhogy ezt ne, nagyon fontos az, hogy a gyerek kérdéseit őszintén, legjobb tudásunk szerint válaszoljuk meg, és engedjük kérdezni a gyereket, sőt, lelkesítsük rá, mert így fejlődik. Nagyszerű. Hogyha pedig mi magunk nem tudjuk megválaszolni, mert ugyanazért tényleg érdeklődünk, de mindentudók nem vagyunk, akkor irányítsuk el ahhoz az emberhez, aki a szakterület gazdája. Tehát akkor küldjük el ahhoz, aki tudja. Ez a természetes tanulás, hova tovább nem marad más. Úgyhogy nagyon fontos ez, és hogyha gyermek érdeklődése, az ide vezeti, akkor legyen az, mert akkor hat ökörrel nem vonszolod el a darmateremből, ha a saját döntése. Jó. Legyen az. Jó, nagyon kedves, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. A véleményedet szeretném hallani azzal kapcsolatosan, hogy tavaly körülbelül augusztus körül, vagy inkább október körül egyik napról a másikra nem tudtam aludni. Tehát de ez körülbelül két és fél hónapig nem aludtam. És ez, tehát nem volt energiavesztésem. Teljesen tudatomnál voltam éjszaka, viszont a megfigyelésem az azt mutatta, hogy azért nem voltam fáradt, mert a testem viszont pihent. Ezt meg tudtam figyelni. És a tudatom az tehát bármi jött a, az éjszaka kapcsán, akár képek, érzetek, vagy bármi olyan dolog, akkor az így. Tehát nem reagáltam rá, hanem szépen a maga, ahogy jött, úgy el is ment. Ez egy gyönyörű történet. Mi a kérdésed ezzel kapcsolatban? Hát az a kérdésem, hogy mert igazából nem értettem, hogy ez mit, hogy miért van ez így. Lehet a melatonin termelés. Igen, csak... És ö, azzal kapcsolatosan, hogy, ö, hogy nem, volt, ö, nem, voltam fáradt, az... A test nagyon sokféleképpen ki tudja pihenni magát, az alvás elsősorban az elmének van szüksége, mert amit magába gyömöszöl nappal, azt éjszaka szokta egy kirúgni magából az álmok formájában. Na most, ha ez neked nem volt probléma. Nem, elmében. egyáltalán. A test nagyon rövid idő alatt, 20-30 perc, és teljesen ki tudta pihenni magát. Semmi gond? Köszönöm szépen. Szívesen. Ugye nekem ez a homlokleben sérülés, ez sajnos úgy tűnik egy életre adott, hogy mit tudok én tenni, hogy ne legyek ennyire ingerlékeny, hogyan tudom magam ebben segíteni, hogy nyugodtabb legyek. Az energiát a homlokcsakrából le kell vinni a tantiembe. A tantián az, az a, a, kö... a napfonat? Nem, a napfonat az itt van Igen. fönt, a tantien és a szívcsakra között. Igen. Nagyjából a hasnyálmirit tájékozik ez a napfonat. Jó. És a köldökcsakra az a tantián. Ja, igaz, 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 igaz. Hát uh, nekem kimérték a, a csakraimat, és a golyó az uh, lefelmozgott, ha mozgott. Az, az azt jelenti, hogy blokkolva vannak? Ezt attól kell megkérdezni, aki kimérte? Hát ő azt mondta, hogy igen. Tehát, hogy teljes mértékben úgymond semmi. A tanén praxisról szeretnék beszélni. Köszönöm szépen. Tehát, amikor a köldök csakrába leviszed az energiát, akkor a felső három nagy központ, mint homlok, torok és szív, ez mentesül a túlnyomástól. Azért folytat a zen köldök praxist, mert ebben az állapotban az energiád, és a tudatod differenciálatlan. Nincsenek dualitások, nincs szétszórtság, nincs szétválás, egységtudat van. Az a szerencse, hogy az emberi testnek egyrészt ez a gravitációs középpontja, az energiának ez az osztatlan állapota, és a tudatosságnak pedig ez a mozdulatlan középpontja. Három egyszerre. Ez nagyon nagy dolog. A tantienen fölül elindul a mentális differenciálódás, és hogyha bizony homloklebeny problémánk van, akkor túl tudjuk tölteni, és ez az ingerlékenység, túlreagálás, egyebek. Ezt mentesíteni tudjuk akár úgy, hogy tudatosan levisszük és lentartjuk, vagy olyan gyakorlatokat végzünk, amelyek ezt a mikrokozmikus energiakört a megfelelő irányban, ugye, irányítják és forgatják. Ez akkor megfelelő, hogyha a test előlapján megy lefele, és a háton megy fölfele, és nem áll le. Hogyha leáll, akkor túltöltődés valósulhat meg. Erre vigyázzunk. Tehát azok, akik meditálnak és tantien praxist folytatnak, észreveszik, hogy valójában az energia ezen a körön mindig mozog, és a tantienben pedig összegyűlik a csi vagy prána, és minél erősebb a középpontod, annál könnyebben fog a homlok torok és szívcsakra mentesülni a karmikus túltöltődéstől. Ezt a gyakorlatot javaslom. Tehát akkor a pránanadi is használhatom erre a célra? Ezt Pránanadi mestertől kell megkérdezni, mert Mester. én ahhoz nem értek. Jó. Köszönöm szépen az igazítást. Ezzel kapcsolatosan érdeklődnék, tehát hogy a energia, hogy elő-lefele elő megy hátul, fölfele, hogy erre mennyire kell, kell odafigyelni a meditáció közben, tehát, hogy akkor nem bonyál. Elég, ha a tantienre figyelsz, és a többi automatikus. Igen. Mert a tantien már egy olyan gravitációs középpont, ami beindítja ezt a lefelé áramlást azzal, hogy a Mahamudrát tartod a köldökcsakra előtt, egy olyan erős gravitációs középpontot, vagy energia középpontot hozol létre, vagy erősítesz meg, ami ezt az áramlást beindítja. Ne figyeld, mert akkor az elméd elkezd mozogni. Igen, és akkor nem, nincs nem. mozdulatlan tudat, tehát mozdulatlan nem. test, mozdulatlan lélegzet, ami nem tudatosan pumpált, hanem egy természetes lélegzet, és mozdulatlan tudat az elme hullámzása, vriti vritti nélkül. Tehát ez nagyon fontos, mert akkor, hogyha a mahamudrát gyakorlod ezt a kosárszerű, fészekszerű tartást a köldök előtt, figyeled a lélegzetet, figyeled a testtartást és a hangokat 360 fokos körben, szempillantás lefelé irányítva, de nem egy pontra fókuszálva, akkor ez az egész megvalósul. Tehát az instrukciók olyanok, mint hogyha egy nagyon ügyes biliárdjátékos egy ütéssel 6-8 golyót így bele a zsebekbe. Tehát csak az első lépésnek kell helyesnek lenni, az összes többi helyesen megy utána. Ezért látod azt, hogy a keletiek nem rendszert tanítottak, hanem nagyon felmérték az egyénnek az akaratát, felkészültségét, szándékát, irányvételét, és megtanították iszonyú alaposan az első lépést. Ha ez a helyén volt, akkor az összes többi lépés a helyén volt, ha nem, akkor felesleges a tanítás, mert úgy is hibázik, de akkor hibázik, hogy inkább nem tanítom. Tehát nem mindenki tanítható a zenre, mindenki megvilágosodhat, de nem mindenki tudja felfogni. A, a légzéssel kapcsolatosan, tehát ezt e, akkor nem kell így figyelni, tehát már ugye a légzésre is figyelünk. A Azt igen, vezet, de nem, nem áramoltatod nem egy vizualizációs vagy egy ilyen mozgó koncentrációs praxissal. Félreértés ne hasék, a légzést figyeljük, de a tantiemben mozdulatlan pontban. Közben a hasad az mozog, különben nem tudnál lélegezni, de a figyelem nem mozdul. Oké? Okay. Jó, köszönöm szépen. Szíves. De azt szeretném megkérdezni, hogy többször hallottam a beszédeit folyamán, hogy az ember egymásra utaltságtól is szenvedhet, illetve hogy és van ez az egymásra, annak a hiányától is. egymásra utaltság Bizony. van. Na most az egymásra utaltságot én nem tudom így elképzelni. Család van? Van. Hát akkor hogy nem tudod elképzelni? Feleség, gyerek van, és ezek önállóan vannak. De apukától nem függetlenül, Hát, hát én korigám úgy mondanám, hogy én tőlem függnek. De hát én nem érzem. hogy én csak mit, gyönyörűen megvalósul. Én mitől függök? Vagy Tőlük. hogy függök én a társadalomtól, a környezettől, a családtól, azt látom csak, hogy én nekem kell húzni, és ők ezt élvezik. Hát valahogy, valahogy meg kell élni, na attól függesz mindenki. Valahogy pénzt kell keresni, dolgozni ezt kell. Én értem, csak pont kell. ezt nem érzem, hogy én függenék valakitől. Azt mondja, nincs itt valahol a közönség, sorai, mert már, volnám már őt. Tehát, hogy akkor most tudod, vannak hát ezek ezt... a vezetett párterápiák, és én nem vagyok terapeuta. Kedves Mónika, mi a véleményed arról, hogy, keresztnév? István. Hogy István. István függ tőled, vagy nem? Húsz éve vagyunk házasok, és mi hát mindig Hát ezt sorba kérdez. így levetette, hogy mindig vasalni Jó. kell, akkor mondtam, hogy tudok vasalni tehát onnantól rosszul javasoltam. Kezdődik. Ezt egy rosszul hét alatt, kezdődik. Akkor nem miért kell ki most mondom, az, vettem kezéből. automatát, nem. és azt meg tudom automatát tömni, se veszed. nem. főzni, el tudok menni értelemben. és... az aretéjét, az erényét. Ne levetette. Tessék? Ledobta. Az más, hogy nem vasal, az más, hogy te tudsz vasalni. Máshogy nem most, meg máshogy nem főz. Tényleg gyertek tehát el akkor hozzá, ugyanúgy... mert ez, egy, ez egy drága mulatság lesz, de helyre rakjuk, szóval. <laughs> figyelj. Az, hogy nincs kölcsönös függés, hogy egymásra utaltság, az még a legerősebb remetességben sem valósul meg, mert függ a szúnyogtól, ami miatt boldog, hogy végre döngítsél valami a fülében. Tehát az ember nem létezhet emberi kapcsolatok, így egymásra utaltság nélkül sem. Teljesen ki van zárva. Hogy ez milyen szintű, hogy ő vasal, 0 én bevásárlak, nem nulla. Most beszélsz róla. Hát hogy lehetne nulla? Ha nulla lenne, meg se jelenne a lelkedben most olyan mélyen lélegzel, hogy az összes érzelmi karmád Mónikával itt bugyborékol fölfelé. Tehát gondolod, hogy nem vagytok egymásra utalva? Úgy össze vagytok drótozva, hogy alaplap legyen a talpán, hogy ilyen áramköröket produkálja. Tehát ott vagytok egymás érzelmi terében, fogd föl, ez az egymásra utaltság, mert ha nincs család, akkor valaki más van, vagy valami egyébség. A legborzasztóbb az, amikor tárgyaktól akarunk érzelmi választ kapni, és becézgetjük az autónkat. Tehát nem, ember becézgessünk, hát ha visszabecézget minket, jó? Nagyon fontos az, hogy ez nem szűnik meg, lehet ezt redukálni, emelni, bármi, de ez az egymásra utaltság és kölcsönös függés ezeken az érzelmi gondolati fizikai csatornákon emberek. Hát ez mindig így lesz. Jobb, hogyha számot vettünk ez, és korrekt módon intézzük a kapcsolatainkat. Jó? Ennyi. Köszönöm. Szívesen. Nekem egy olyan kérdésem van, hogy a királyok erényét, a pontosságot én valahol az idők folyamán én ezt úgy elhagytam. Egy ideig nagyon ment, és azóta pedig állandóan kicsúsznak a, a kezem közül a, a, dolgok. Nem érek oda időben. Ez kicsi, úgy kicsiben, mint nagyban ez, ez megtörténik. És most most ugye... értél időben? Most igen? Tehát akkor nem mindig jellemző rád ez a probléma? Nem, 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 nem mindig. Azokat a pillanatokat kell megragadni, amikor tényleg nem jellemző rád ez a probléma, hm. és folytatni a pontosság nemes erényét. Miért? Mert akkor vagy szinkronban az univerzummal, és hidd el, hogy a vasúti menetrend az vélemény független. Tehát, hogy te mit képzesz magadról, az teljesen mindegy, vagy főszálltál a vonatra, vagy nem. Tehát, így. Köszönöm szépen. Szívesen. Alapvető probléma nálam az, és tényleg nem családterápia. Most a... már az lesz, ha kétszer mondtad, igen. <laughs> hogy a... A... az, érzelme, illetve, az érzelmeit, illetve a gondolataimat szeretném szétválasztani a, gyakorlatban. Tehát nem a... A... az érzelmeim alapján szeretnék cselekedni, illetve reagálni, hanem, hanem kifejezetten a, a gondolataimat illetve a, a, a tudatomat szeretném használni. Tehát ezt húha, hogyan... húha, biztos, hogy jó ez neked? Mert akkor gyakorlatilag egy programozott masina lesz áll. Nem tudom, hogy erre van-e szükségem, tehát én az utat De jó, maradjunk meg abban, hogy nem tudod, hogy erre van-e ez szükséged. Ez a nem tudom, ez kitágítja az eseményhorizontot, és néha az érzelmeiddel sikerül kicsit intémebb kapcsolatba lépni, és azok segítségevel reagálsz, Melletted ülő oldalbordád azt mondja neked, hogy szeretlek. Ezt te intellektuálisan fogod lereagálni? Nem ajánlom. Tehát maradjunk meg a spontaneitás és tisztaság gyönyörűséges állapotában, és amikor érzelmekkel kell, kell reagálnunk innen a szívcsakrából, akkor érzelmekkel, amikor gondolattal, akkor tűpontosan gondolattal, de nézd meg, hogy egy adott helyzetben a beszéd. Cselekedet, gondolkodás és érzelem négy nagy csatornájából, melyikre van szükség? Hát ezek annyira fontosak, hogy a mahayana buddhizmus több más bótisztatva mellett négy fő alakot rendelt ezek mellé, és minden nap háromszor ezek előtt leborulunk tudatos, projekció, tisztítás, introjekció. Tehát nem nélkülözhetjük ezeket. A valókítés van a száll, érzelmekből csinál együttérzést. Manjusri per Monsu gondolatokból csinál bölcsességet. Deheng száll, Samantabadra, a puszta zsizsik állandó mozgás, rendezetlen aktivitásból csinál helyes önzetlen cselekvést. Jijangból szág, Siti Garba bódiszatva, a puszta beszédből csinál igazságértékű, útformáló, világos, teremtőértékű beszédet, esküt, fogadalmat, amit százszerzalékosan elhiszek én is, meg a környezetem is. Tehát ez a négy principium, a négy bódiszatva által jelzett személyiség elem, ezek annyira fontosak, annyira egyenrangúak, de nem ugyanazok. Tehát tessék megnézni, hogy egy adott helyzetben mire van szükség, gondolkodás nélküli hirtelen cselekvésre, vagy azon nyomban egy együttérző érzelmi reakcióra, vagy egyetlen mondat nem dualisztikus bölcsességre. Tehát ezt nem lehet előre meghatározni, hogy kérlek, ne csinálj magadból gépet, vagy időzített bombát, vagy egy ilyen kis lustaságot, vagy egy állandóan cserfegő beszédgépet, mert ugye ezek a csatornák, ezek el tudnak uralkodni a többén. Tehát ezért mondja az zen, hogy a csend jobb, mint a szentség. Mert ebből lesz valami. Jó? Maradj meg ebben a nem tudom, hogy, pont, 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 és akkor spontán előbb-utóbb minden a helyére kerül. Igazából lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Nagyon jól tetted fel a kérdést. E, De, ne, nem olyan precíz a... Te, olyan választ sikerült most rítjentenem rá, hát rossz kérdések gondolod? Nem, kizár dolog. Nagyon jó kérdés volt, mondjad tovább. Tehát, a, a kérdés az igazából az, hogy az én a, a, a provokációra történő válaszadásom, tehát azt szeretném én megfelelő módon intézni, és akkor ugye erre értettem, hogy rosszul fogalmaztam meg a kérdést. Vagy a gondolatomat. No, mi a helyes válasz a provokációra? Zero. Hagyd el a teret. Szüntesd meg a kapcsolatot. Látod, hogy ő őszintétlen, látod, hogy provokál, be akar csalni valahova, tehát alapvetően hazug, akkor hagyd el a teret, szüntesd meg a felületet, és kész. Választ nem igényel, sőt nem érdemel az ilyen. Köszönöm. Szívesen. Arra szeretnének megkérni, hogy bemutatnád a tükörszerű tudatot gyakorlatban. Mit látsz hát, hogy mögöttem? Egy fehér falat. Bemutattam, Ennyi? igen. Oké, okay. Köszi. Szívesen. Amikor ez a tükör befelé is ugyanígy működik, na akkor kezd izgi lenni. Az, hogy a fal fehér, a padló barna, az egy gyönyörű dolog, és ez az emberek többsége látja. De ez a tiszta tükörszerű tudat, ez nem kettő. Nincs külön törvény befelé és kifelé, emberre és másra. Hát ezért van az a tanítás, hogy kérdezz meg egy fát, majd az megtanítja. Mert a fa nem beszél, nincs véleménye, nincs duális tudata. És ez a tiszta tükör, amikor minden irányban ugyanúgy fordul és ugyanazt mutatja, ugyanolyan tisztán, ugyanúgy mutat, ugyanúgy tisztán, na akkor válik ez nagyon-nagyon súlyossá. Nem kérdés, hogy igaz vagy hamis, hanem ilyen, vagy éppen ilyen. Üdvözletem, tehát akkor a tükörszerű tudat az a helyes kérdés, a helyes válasz? Igen. Jó, köszönöm. Én azt szeretném kérdezni, hogy miben nyilvánulhat meg az, hogy tisztul a karmánk? Tűzben. Tűz. Ott van bent. És nem is kevés. Köszönöm. Szívesen. Amikor a tűz fényé válik, akkor megszülünk ragaszkodni a szenvedélyeinkhez és érzelmeinkhez ezért tisztán érzünk és tisztán fejtjük ki az energiát. Hirtelen az érzelmeink és a szenvedélyeink szolgálnak valami nagyobbat, és nem mi leszünk a rabjai. Úgyhogy amikor a tűz fényé tud válni, akkor ez, amit kérdezel, lehetséges, de tűz nélkül nem megy. Jó? Úgyhogy égesse bátran. Egyéb kérdés? Van az az állapot, am amikor vagy a tudatállapotra gondolok, amikor már a zen is egy ragaszkodás? Ha helyesen gyakorlod a zent, akkor nem ragaszkod semmihez. De van olyan tudatállapot, amely a zenből ragaszkodást csinál. Oké. Rendben, köszönöm. Szívesen. Nagyon fontos az, hogy ne legyünk formafüggőek, de mindig gyakoroljuk a darmát. Tehát van az egyik szélsőség, ez a kocsma buddhizmus, hogy minden este egy sörös kiglivel a kezében azt mondja, hogy ő már meg van világosodva, és nincs szüksége a formára, és berúgva is tiszta a tudat, aztán talicskában hazatolják, tehát ez az, az egyik. másik pedig, hogy én vagyok a megtestesült szentség, és hozzám ne szóljon senki, és tényleg órákat tölt a darmateremben, teremben, naponta, de nem lehet hozzá szólni. Nem hallgat meg, és végképp nem segít senkin. De az ő szentségét tessék imádni. Tehát ez a másik ilyen probléma. És ettől a két szélsőségtől tartózkodunk, akkor nem ragaszkodunk sem a formához, ugye? Sem pedig valami ideához. És a kettő közt van valami olyan gyönyörűséges középút, amelyet itt a tisztelt közönség már egy jó darab ideje ízlelget, akár analóg, akár digitális formában. Na, amikor ez tapasztalattá válik, akkor a zenből soha nem lesz ragaszkodás, és minden tudatállapot relatív marad. Tehát az ember bebetonozza magát a Bármiféle szellemi útba, akkor egy ént csinál belőle, és csak egy ilyen nagyon komoly szervezetvallásos viselkedés megjelenik, és ez pedig hosszú távon az út eredeti célja ellen hat. Probléma megoldás és a gondolkodás kapcsán szeretnék valamit kérdezni, hogy a bennem végül is három dolog dolgozik. Talán Összesen minden. három. Én, Boldog lehet? Van, akiben sokkal több. Persze, egyenlőre három. Előbb két csacsogót említettem, hogy milyen szerencsés ember, csak pingpongoznak vele. Hát Képzel, az az amikor rongybabáznak, igen. és egy igen. nagyon sok csacsogó van. Igen, az, egyik, az Nem jó, igen. Az egyik egyik vitatkozik a másikkal, nevezhetnénk atya fiúnak, vagy ego lelkiismeretnek. Tehát mindenkibe ez van, hogy vegyem meg, ne vegyem meg. A, a mindenkit azt hagyjuk, most magadról beszéljél. jó? Persze, persze. Bennem ez így működik, és van a harmadik, aki nem beszél, ott van nyugodtan. És van a negyedik, ami látja mindezt, igen. Á, Jó, mert már szaporodik a nyáj, és, igen. És, igen. Igen, pontosan. És mi a kérdés? És az a kérdés, hogy ha van valami gondom, ez a kettő megrágja, előfőzi, és reggelre, másnap, egy hét múlva az a harmadik, vagy talán a negyedik kidobja mind a pontos megette. megoldást. a száz -száz, És már nem is kételkedek benne, hogy az rossz, mert az biztos jó. És a hetedik mind megette. Igen. Nagyszerű. Én bennem ez így működik, és nem tudom, másba is? vagy. Nem, valami? másba nem, hidd el, tehát mert mindenkinek csak saját elmebaja van. Igen. És az elme működése csak rá jellemző, a karmánk az nagyon-nagyon egyénit boldog lehetsz, hogy ez csak benned működik így. Másban teljesen másképp. Bizony másképp, bizony. Azzal jó, amikor az összes elhallgat. az egy nagyon szép állapot. Hát, nem de... fecseg, nem eren pingpongozik. Eren igen, igen. igen. ez egy kicsit keresem. el kell lazulni itt fölül. Ezt keresem. Jól van, meg is fogod találni. Jó, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy én a Tatományi Zen csoport tagja vagyok. Örülök? Gyakorló tagja, és örülök, amikor ott lehetek, gyakorlok otthon is, igyekszem gyakorolni, ülni, énekelni. Énekel és én... tolerálja a környezet? Egyedül. 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 Falszomszéd? Nincs. 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 Egy szobába. Ügyes. Micsoda élethelyzet? Igen? igen, tetszik is. És azt szeretném kérdezni, hogy ennek lehet mellékhatása? Lehet. Tehát a, a, karma, a, lehet. a karma tisztulásának, tehát hogy mondjuk a, a fejembe egy tompa fájdalom, leborulásokat is gyakorlom. Az, az attól lehet, hogy túl sok energia összpontosul a fejben, de ez nem a gyakorlattól van, ez a karmád. Uh -huh. Tehát, tessék, szíves légzéssel, ahogy már azt az előbb mondtam, levinni, ide az egészet úgy, hogy a mantra is itt a Tantienben szóljon. Uh -huh. És akkor elmúlik ez az enyhe fejtájéki nyomás. Ha mégsem, akkor valami intenzív sportot kell csinálni, és akkor azzal. Uh -huh. De a leborulás mantra, sőt, sét a közben a mantra nagyon szépen megjáratja ezt az egész energiakört. És akkor, ha nincs fal széd, akkor moktakolhatsz is. Mm -hmm. De az elég messzire elhagyhat, úgyhogy vigyázzunk. Köszönöm. Szívesen. soha nem meditáltam, tehát tényleg az út nagyon elején járok. Az a kérdésem, hogy a meditációhoz mi az első lépés? Már ugye, hogy mondjam, nem is tudom, hogy hogy kell csinálni, hogy hogy lesz o, az helyes. Nem baj. Én nem egyet baj. kérdezek tőled, Igen? miért szeretnél meditálni? Jó, nem készültem fényeket. Kérdésre kérdés. Ez az első lépés. Tudod az okát, hogy miért szeretnél meditálni, mert ebben valahol a motiváció el van rejtve. Motiváció nélkül nincs cél, nincs irány. Tehát tudd, hogy miért csinálod, miért kezded el, még akkor is, ha ez az indok akár egy hét múlva megváltozik, vagy egy hónap, egy év, tíz év, teljesen mindegy. De ha nem tudod, hogy miért kezded el, akkor megmaradsz az érdeklődő szintjén, amely nem rossz, de nem elég mély. Mert most ez iránt érdeklődünk, egy hónap múlva más iránt érdeklődünk. Érdeklődünk ezer, kétezer, tízezer dolog iránt, aztán egyszer meghalunk, és sohasem mentünk elég mélyre, mert nem volt valami, amit legalább tíz évig csináljunk így húzamba. Tehát tudd, hogy miért csinálod. És hát... akkor lesz elég bátorságod ahhoz, hogy tényleg leülj a párnára, befelé fordíts az energiát, és láss. Lásd a saját karmádat, hogy tudatos légy magaddal és mással akkor ezek a dolgok technikailag, energetikailag, emberileg megvalósulnak. De egyébként a zen nem eléggé közérzet javító ahhoz, hogy az emberek kitartóan csinálják csak azért, mert jól érzed magad tőle lehet, hogy hat hónap, egy év után már kezded jobban érezni magadat, de az első időkben ez egy kemény játék. Tehát tényleg a tíz bika történet másodikja az, hogy a faránál látod meg a bikát jó kis sáros barna tomporral. Hát ez a saját karmád. A fonákja. Te olyan szép akarsz lenni, jó akarsz lenni, bölcs akarsz lenni, tökéletes akarsz lenni. Leülsz, tanító megtanított, elkezded a meditációs technikát, és rusnya nagy borzalmakat kezdesz el látni bent, előbb vagy utóbb, nem rögtön ne jegyjél meg, nem fél óra után következik ez be, de ha kitartóan gyakorolsz, akkor a gyakorlási módszer előbb-utóbb átfúrja azt az önvédelmi réteget, azt a kérget, ami a tudatost és a tudattalant elválasztja. És ez nem az a költemény, amit szívedbe rejtesz, hanem a kékszakálú hercegváros folyamatosan nyitjuk az ajtókat. De ha nem, akkor a tudattalanunk az úgy marad, ahogy, és szépen vezérel minket a legrosszabb tendenciáink szerint. Tehát szükség van rá, senki nem tiltakozik, amikor azt mondjuk egyszer tavasszal, hogy na szívem, akkor az összes bútort kivisszük a lakásból, azt kitakarítjuk. Senki nem ijed meg ettől. Hát akkor mérjedünk meg a meditáció tisztító hatását, amikor tudatosodnak dolgok, aztán pedig szépen újra rakjuk a szobát tisztábban. Úgyhogy merj látni, merj őszinte lenni magaddal, és akkor az a fajta út megvalósul, ami végül is az egyévvállást, megtisztulást, felébredést hozza. De ennek vannak olyan köztes fázisai, amit nem Szoktak így az első lépésben tanítani, és én most pont ezekről beszélek. Úgyhogy én azt kívánom, hogy aki elkezdi az utat, az csinálja is végig, mert félbe hagyni tényleg nem jó. Jó? Köszönöm. Szívesen. de én még az útnak az elején járok, ha járok. Elkezdtem önmagamat kapargatni, és olyan dolgokat láttam, ami megijesztett, de tudatosan csináltam ezt, és és. és és jó esett, hogy ezeket megláttam. Az a kérdés, hogy ez minek minősül? Egy, 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 egy önelemzés, vagy ez, ez akár már lehet egy egy egy, egy 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 egyszerű meditáció, vagy ezt minek neveznéd? Az, hogy önelemzés, önismeret, teljesen mindegy, még ragozhatnánk, de felesleges. Mindegyik elején az van, hogy ön. Amíg egy önfókusz van, addig nincsen egy más fókusz. És amint azt az előbb mondtam, magunk segítése mások segítésén keresztül képzelhető csak el. Ahhoz, hogy a megszabadulást elérjük, lehetetlen az utat csak úgy járni, hogy másoknak nem segítünk. Ezért fontos az a fajta szolgálat, amit másokért önzetlenül el tudunk végezni, amellett, hogy az életvezetésünk nem károsodik, nem jutunk koldusbotra, és stb. több. Tehát szerintem az eddigi személyes és családi történeted épp elég önismeretet adott ahhoz, hogy az úton úgy járj, hogy mások segítésével együtt képzeld el a haladást a puszta önmagunkra való fókuszálás meg tudja örökíteni azt az önképet, amelynek pont a feloldásán dolgozunk. Úgyhogy én kívánom azt, hogy mindannyian járjuk az egyévvállás felébredés és letisztulás útját, szabaduljunk meg a karmánktól, jussunk el a másik emberig, rakjuk rendbe a család és csoportkarmánkat egyaránt, és ezáltal érjünk el egy jobb személyiséget, és teremtsünk egy jobb világot magunknak és egymásnak egyaránt. Köszönöm a figyelmet.